Magyar, uniós és szivárvány színű zászló, így tüntettek ellenzéki politikusok és civilek a Nemzeti Légió megalakulása ellen délután Szegeden. Közben a magukat légiónak nevező szervezet tagjai mintegy 300 méterre gyülekeztek. Rendőrök a környező utcákban azért mára tette a zászlóbontást a Mi Hazánk mozgalom, mert 100 éve ekkor alapította Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereget. Az egyik főszervező harcosoknak nevezte az egyenruhába öltözött szimpatizánsokat. Ahogy most rátok nézek, nem látok mást, mint nemzetükért küzdő harcosokat. A rendőrök a tér minden oldalát lezárták, testpáncélba öltözött egységek készültek az esetleges rendbontásra. Végül nem telt meg a tér, rendbontás sem volt. Székely Sándor független országgyűlési képviselő tegnap országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be az újonnan alakuló félkatonai szervezetek elutasításáról. A Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke szerint erre azért van szükség, mert a Nemzeti Légió nyíltan rasszista, és a ma alakult szervezet kétségbe vonja a rendvédelmi szervek szakmai hozzáértését. Közben a közeli békés demonstráción a gyűlöletkeltésre hívták fel a figyelmet. Mi egységet szeretnénk kovácsolni, de nem megy, mert nem engedik. A Momentum európai parlamenti képviselője szerint jogellenes a légió megalakulása. Önbíráskodásnak nincs helye egy demokráciában, gyűlöletkeltésnek nincs helye egy demokráciában, és ennek a fajta félelemkeltő masírozásnak, ez egyszerűen megnéztük, hogy hova vezet. Nem csak civilek és ellenzéki politikusok, hanem romák is tüntettek. Több mint 100-an gyűltek össze, végül a civilekkel élő láncot alkottak, így ért véget a tüntetés.